Sziasztok, mongufták! Eljött az év utolsó napja, december 31-e van. Nagyon sok mindent éltünk át szerintem idén. Én elkezdtem átnézegetni, milyen live-ok voltak. Te jó ég, gyerekek! Idén volt a, csak hogy párat említsek, a Detroit, a Metin, és még sorolhatnám. Az év összegző az most nem év végén lesz, hanem a jövő évben fogunk kicsit nosztalgiázni. És mára még nagyon sok mindennel készülünk nektek. Amikor elkezdődik az első live délután, ott már ki lesz téve a mai live menetrend, fél órás várakozó lesz, addig ott tudunk beszélgetni, zenét hallgatni, mindent, gyülekezni, és megérkezik majd közben Zsolt, Bogi, és még egy valaki, az majd meglátjátok, hogy kicsoda, és ne felejtjétek, M-faktor este, már fent vannak, hogy milyen dalok lesznek előadva, tudtok tippelni a komment szekcióba, ki mit fog előadni. Janát majd várjuk haza, így ő, az ő dalai, illetve a közös duettek azok a vége felé lesznek. Mi már nagyon izgatottak vagyunk. Írjátok meg komment szekcióba, hogy mi volt az a momentum, amire a legszívesebben emlékeztek vissza idén, vagy mi volt az a live, az a videó, az a pillanat, az a szösszenet, ami eszedbe jut rólam, meg ilyenek. Összegezzünk, és majd ebből szeretnék egy videót csinálni, úgyhogy ha látod ezt a videót, mindenféleképpen írd, az is jó akár, hogy mit tudom én, beírod, hogy neked XY live-ba az a rész amikor, és hogyha belinkeled, akkor még lehet, hogy bele is vágom majd a részletet. Szóval, nosztalgiázzunk, kíváncsi leszek, kinek mi volt a legemlékezetesebb pillanat idén, és találkozunk délután. Legyen nagyon szép napotok, addig is várok mindenkit, és még nem boldog új évet, nem, az majd éjfél után. Sziasztok!